hallgassuk meg annak a szavát, akiknek nem csak az orgonát, de a 220 éves templomunkat, gyülekezetünket, városunkat, hazánkat és életünket is köszönhetjük. Így hallgassuk meg fennállva Istennek igéjét. Az Efézusiakhoz írt levél 4. részének 22. versétől a 24. versét. Vessétek le a régi élet szerint való ember, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Amen. Kedves testvéreim, kedves megmégedő őrrendezők, most pedig hallgassuk meg azt a koncertet, amellyel szeretnénk bemutatni orgonánkat. Nagy-nagy szeretettel felkérem Cserik Zsófia karnagyot, hogy a vezetése alatt az Erkel Ferenc egyeskar gazdagítsa, dicsőítse Isten és az ő teremtett világát, és felkérem Hasi Csabát is, hogy orgona játékával dicsőítse Istent és örvendeztesse a hallgatóságot. Isten áldása legyen, amit dicsőítse. Tasi Csaba zongoristaként kezdte a zenei pályafutását, és Prunyi Ilonánál tanult. Aztán 14 éves kora óta kezdett el orgonálni, és azóta művészi szinten űzi és tanulja ezt a mesterséget. Több versenyen számos helyezést is elért már. A Budapesti Zeneakadémia orgona szakán végzett, ahol többek között Fasang László és Pálmor János is tanították. Egy hete, amikor a közös művetet röviden átnéztük és próbáltuk otthon, akkor úgy summáztam neki, kicsit bemutatta a műsort, hogy ő mit fog egyedül játszani ezen a koncerten, és az a példa jutott eszembe, amit még zenetörténet órán tanultunk, hogy Bachtól rettegtek a korabeli orgona építők, mert amikor egy-egy orgona elkészült, akkor kötelessége volt minden templomnak valaki nagy művészt meghívni, hogy kipróbálja, hogy tényleg minden működik-e, és amilyen művekkel Bach rögtön letesztelte ezeket az orgonákat, ott minden kiderült. Akár magas, akár mély, akár hangos regiszterek, hangok szólnak, tiszták vagy nem. És amikor Csaba játszott részleteket a művekből, akkor ez jutott eszembe, hogy itt van egy új orgona, sokan most halljuk igazán először, és olyan a műsora, hogy tényleg minden zegzugát megismerhetjük majd. A mai műsorát különböző nemzetiségű romantikus szerzők műveiből válogatta össze.